No, kifkut, kerekefkut. Készülök önteni az alapot a kútnak. Ja, ugye kifúrtam a mutkósra, beliraktam, amit kellett, a csövet, meg alul a szitát. De még nem volt időm összeszerelni a pompát, stb. Úgyhogy öntök most ügyesen egy kicsi alapot neki. Most szegeztem össze a kofrácsot, a formákot. Ja, nem lesz nagy az egész, egy láb magas, egy láb minden irányba, egy láb magas, egy láb széles. Ennyit követel az előírások, ennyit követelnek, úgyhogy ezt betartsuk ügyesen. Ja, és megkeverem, ott van a kavics, a homok. Kicsit cimenttel megkeverem, locsintom be. És ja, hónap ott a pompa a kocsi alatt, itt a tartás, szerelem fel. Ugye tudjak a szomszédtól leszakadni már végre. Ja, igaz, az áramot még tőle hozom, ezen a kábelen fog, illetve ezen a vezetéken fogom hozni az áramot. De hamarosan napelemeket szerelek, úgyhogy függetlenedek. Ja, három láb mélyen van a föld felszínétől a víz, ami kb. Egy méter. És hogyha itt benézel a sáncba, ugye ott van a kút, ja, van itt egy ilyen sáncom, ami egy ilyen fél méteres sánc körülbelül, 50-60 centis, és itt még ástam egy kicsit, és a víz már meg van ott állva. Tehát ott a gödörtől a föld felszínéig kb. Egy méter van, ja, három láb körül, egy kicsit több. Úgyhogy ja, megjött az esős szezon, esik most már minden nap az eső. Aminek örülök nagyon, mert nem kell locsoljak. Most már közel 100 gyümölcsfám van, meg egyéb dinyék, bokrok, stb. 2-3 órát kellett naponta locsoljak a száraz szezonnak a vége felé. Ja, úgyhogy locsolni nem kell, az jó. Ja, minden gyorsabban, jobban nő, mikor esik az eső. Úgyhogy a hátránya csak az, hogy kicsit lassan haladok az építkezéssel. De meg lesz. Meg lesz most már. Most már fel van rakva 5 teljes sor. És még egy sor, még egy harmada a hatodik sornak. Az a helyzet, kifogytam az anyagból, el kell menjek, vegyek téglát. Meg egyéb cuccokot, betonvasat, stb. Ennyi egyelőre, gyerekek, ennyit. Ja, ennyit csináltam, raktam egy pár téglát. Most összeüttem ezt, véntem a betont. Még egy kicsit, pár óra szünetet vettem, dolgoztam interneten egy kicsit. Pénzt is kell még keresni. Ja, kell vegyek cementet belé. A primer az jó, de ez belékötött, megkocsonyásodott, nem tudom mitől, nagy melegtől, pedig be volt zárva a teteje. Nem, itt kint tartottam, ott az eresz alatt a trailernél. Na jó, pál!